Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban. Nem egyedül vagyok itt Felső Petény és Bánk között. Mögöttem Attila, itt pedig Ricsi, és itt vagyunk a Felső Petényi Kisvasútnak az útkereszteződésénél. Ugye Felső Petény és Bánk között, hiszen ez a kisvonat, ami egy 600 mm nyomtávolságú kisvonat volt, az egyetlen feladata, bár nagyon fontos feladata, hogy az Agyagbányából lement szépen Bánk állomásra, ahol volt egy átrakó, és kisvasútról nagyvasútra rakottak. Ezt természetesen meg is fogjuk nézni, hiszen konkrétan ezért jöttünk el. Ugye a bánki állomás már egy nem üzemelő állomás, semmilyen funkciót nem lát el, hiszen a Diósjenő-Romhány vasútvonalon jó ideje nincsen szolgáltatás, nincsen forgalom, szüneteltetett státuszban van, ami tudjuk, hogy mit jelent az államvasútnál, magyarul megszűnt. És itt láthatjátok egyébként a vágányt, és arra várunk, Ricsinek meglegyen a snitt, hogy Ricsinek itt eljöjjön az autó, és átmenjen a vágányon, de ez az elmúlt fél órában nem történt meg. Mondj valamit, kérlek szó. Előtte így ilyen 10 másodpercenként mentek a kocsik, hogy ahogy bírtatok átvenni az úton. De tényleg így volt. Azóta, amióta ide begugoltam úgy, hogy már görcsbe rándult a jobb lábam. Jó, de azt tegyük hozzá, hogy nem akárhogy jó neked, mert neked az kell, hogy onnan jöjjön az autó, nem pedig onnan, mert onnan állandóan jönnek az autók. Igen, onnan, mert onnan jobb a snit. Nos, srácok, itt haladtunk közbe, és láthatjátok, hogy igazából csak az útátjáróknál érdemes a kisvasutat filmezni, mert nézzétek meg, mindenhol, ahol földes területen ment, ott teljes mértékben belepte már a dzsindzsa, és egyszerűen kivehetetlen annyira földhordalékos a történet, de mondjuk ott azért még lehet látni. Na, Ricsi mutat nekünk valamit. Hogy tévedtünk, mert hogy fel vannak szedve a vágányok. Az de igen. Itt a vége. És ha megnézed, vagy várjál, nem. Csak a belső sín. Nem, az csak a terelő sín, de hol a fő sín? Az itt kell lenne mellett. Itt a vége. Itt van. Itt vége van. Ott a vége. Ott a vége. Ott van. Nincs meg. Gyanús volt egyébként, de én simán elhittem volna, csak benőtte a dzsindzsa. No, megérkeztünk a legnagyobb érdekességhez, amikor a kisvasút és a nagyvasút párhuzamosan halad át az úton. Itt láthatjátok a alakjelzőt. Itt a nagyvasút, és most nézzünk Diósjenő felé, hogyha a nagyvasúti életet nézzük. Itt pedig Felső Petény felé. És láthatjátok, hogy tényleg itt jól kivehető, hogy a kisvasút csak az utak keresztjében van meg, mert ott véget is ér a vágány. Nyugodtan sétálj bele, az enyémben nem zavar. A nagyvasút viszont természetesen megvan, még hogyha romokban is. Ott az A-tábla, és a bejárati jelző. Illetve ott a vonóvezetéktartónak a maradványa. Meg a vonóvezeték is ott van, csak olyan állapotban, amilyenben. Ilyen a látkép. Itt van, vagyis itt kezdődik mindjárt majd Bánk állomás. De nézzétek meg, hogy ott van a talpfa, ami még megvan itt a kisvasútból. Sajnos az idő nem nekünk kedvez most. No, hát jelenleg a bánki állomás. Egyébként konkrétan itt volt a peron. Meg fogjuk nézni a felvételi épületet, de először elmegyünk az átrakóhoz. Ott pedig Ricsi, Attila, mert olyan szép időnk van, nem? Ugye? Én élvezem. Csak szakad az eső. No, küzdünk az elemekkel, srácok. És veszem Ricsiéket, ahogy bandukolnak az esőbe. Egyébként... Mert az iPhone vízálló, úgyhogy tud videózni. A vonóvezeték meg benne. De figyelj, ezt neked most miért volt fontos mondani? Én ezt egy ugyanolyan telefonnal gondolom, mint bármi más. Ja. Hát már reklámozom, hogy iPhone-od van. Ja. A lényeg nem ügynek látszál, csak azért. A lényeg, hogy itt egész jól lehet látni a vágányt. Mintha ezen a részen kitisztították volna kb. Olyan, de csak én szerintem a... Csúszni nagyon csúszik. Az egy váltó volt, nem? Nem. Ja nem, mert nincs itt... Az mi volt akkor? Lehetett váltó. De váltó volt, hát nézd meg a talpfák, ahogy kinyúlnak. Így, ez volt itt.
Láncszom benne, és megy arra ezért. Vannak a lyukat végig. Nézd, ott van a másik vágány melletted. És itt át volt egy, szerintem volt itt egy izé, egy váltó. Egy átkötés, de minek? Azt most úgy annyira nem értem. Ja, azért, mert ez volt a keresztezés, szerintem. Itt volt a kereszt, és az meg rakodó. Aha. De nem, mert ott lehetett még egy vágány. Sőt, ott biztos, hogy volt is. Szerintem, amiben most vagyunk, az volt az átmenő fővágány, nem? Talán, meg kell nézni fentről pontunk. Én most már fázom is. Hát kb. Húzd össze a izédet. Ha iPhone-om lenne, nem fázol. Na jó, hallod, de most miért trollkodod szét a videómat? Ja, ez most veszed? Persze, nem tudod. Jó, hát majd majd mondják a nézők, hogy hülye a Rikári, azt jó napot. Hát most kitérlek. Ez az, iratkozzatok le. Iratkozzatok le a Rikáriról. A Rikári fázik. Na, hogy Rikári is tudjon venni iPhone-t. Ezben egyébként már láthatjátok itt az átrakó. Oda fel is fogunk tudni majd menni. Én biztos, hogy felmegyek. Aha. Hát mert az szerintem izé volt. Az mérleg volt, nem? Az biztos, hogy mérleg volt. Persze. Hát csak mert azért tudom, mert szakember vagyok, ugye? Igen. Na, hát figyelj, már is tudtam. Nem baj, figyeljetek, írjátok meg, srácok, hogy mennyire szeretitek az ilyen jó hangulatú, kicsit trollkodós videókat. Mert itt Ricsi nem hagy engem dolgozni rendesen. Nem. Mert illígy vagyok. És szeretném, hogyha utálnátok a Bence. Ott a kis vasúti betonai srácok. Ott meg Rikári. Írjátok meg, melyik az izgalmasabb. Én nyilvánvalóan. Persze. Ja, az igen. De valahogy esküszöm, hallod, volt egy lépcső, arra emlékszem, hogy fel lehetett menni oda, oda a kis vonat. Megvan a lépcső? Azaz, azaz, hete. Én biztos felmegyek. Hogyne. Hát ha már eljöttem ide. Feljössz, Rics? Nem volt maga biztos. Ez a... Én most egy nagyon ilyen izé lettem, ilyen elment a kedvem ettől a szalidőtől. Igen? Uh-huh. De figyelj, most itt nem esik. Most nem esik, de fázom. Meg már tudom, hogy előttem a poén, de videóban még nem. Akkor kell videózni, amikor jól esik. No, srácok, itt fogunk felmenni ezen a rozoga lépcsőn, úgyhogy Ricsit előre küldjük, mert ő már eleget élt. Hát, hogy menj te a pisa, most már elmondom, hogy befingottál. És itt a fint felhőbben átmenne, vagy levegő. Hú, mekkora geci van. Te figyelj, már nem lesz családbarát. Hát most... Figyelj, ha a halálomat kívánod... Nem kívántam a halálot, azt mondtam, hogy menj előre, mert te már 40, 46 éves vagy. Én már eleget éltem. Hát, a gyerek volt. Én 31 évesen még szeretnék élni. Ott az a csúszda izé, rakodó, annak a sínje van ott oldal. Gondolom, van egy párja itt fönt. Hát biztos. Nem látszik a gazda. A szélén vigyázz, mert ott ilyen fa izé. Én nem megyek a szélére, hete. Ott lentről látszott egy fa, és el van korhadva. Biztos nem megyek a szélére. Ide borították be, és akkor ezt lehetett valahogy így, nem tudom. A csilléből így fucs. Valami, igen, egy érdekes... Vigyázz a szélére. Nem megyek a szélére. Milyen lánc, meg a tekerő, nagyon komoly kis cucc volt ez. Azzal mozgatták, gondolom, ezt a teknőfélét, ami terelte bele a vagomba az anyagot. Szerinted ez működik? Tiszta rozsda. Egy a végén
Jézusom, hallod? Mozog, mi mozog? Hát nem, hogy mozog, ez, hallod, mindjárt ledől. Nem hiszem, hogy le tud dőlni. Á, nem. De mindjárt ugrálok rajta hátra. Szia, azt beszéltük, hogy kb. A 2000-es évek elején volt, nem utoljára. A kb. Ezek az meg simből van, kis simből. Adta meg, ott lenn van. Attila! Igen, ott lenn van, a pirosba. Azért van lent, hogyha mi lezuhanunk, akkor tudjon nekünk mentőt hívni. Akkor összeszed minket, igen. Így összegerebézi a csontjainkat. És elárverezi a eBay-en. Igen. De nem vagyok én Kádár János, hogy annyit érjenek a csontjaink, hogy 6 példányba áruljanak neked. Ez tényleg nem lesz túl komoly videó. Az megvan, amikor még mindig veszed? Igen. Az megvan, amikor a Kádár csontjait ellopták? Ebből akarok, akik nincs. Körülni. És utána árulták a neten, akkor nem is nagyon volt ilyen vatera meg eBay. És azon röhögött mindenki, hogy mind a mellett, hogy amúgy meg kegyeletsértő, tehát nem vicces. De azon röhögött mindenki, hogy nem tudom hány hirdetés volt fönn, különböző emberek árulták Kádár csontjait. Tehát, mint ha lett belőle volt a 8-10 példát. De durva, hogy vágányt nem látunk. Lehet, hogy ez föl van szedve, vagy be van nőve. És szerintem két vágány is lehetett. Ja, szerintem is, igen. Kicsit-kicsit veszélyeknek tartom. Hogy itt sétálgatunk? Annyiból igen, hogy mi van, hogyha egyszer eljutunk egy olyan helyre, ahol nem beton van alatta, hanem... De... Fa, aha. Kicsit, mint ahogy úgy a szélén. Én ezért mondtam, hogy menj előre, hete. Ja, értem, én már leget értem. Előtte még ott az élet, azt szokták mondani ilyen fiatalon, nem? Ja, igen. Előtte mit ott volt? De amúgy egyébként egyre nem vagyok magabiztosabb, tényleg. Érdemes odáig elsétálnunk, és ki tudja, hogy mi van alattunk? Hát szerintem nem. Én szerintem se. Ezt mondjuk nem tudom, hogy ez mi lehetett itt. Hát itt lehetett annak a csúszdapályának a vége. Aha. Ugye azt a rakodót lehetett itt mozgatni. Akkor gondolom, nem tudom, itt körbe járhattak, vagy lehet, hogy volt itt valami kis szín, vagy valami, nézd meg, ott egy csarnokszerű kis fasz. Igen, menj oda, én levideózlak innen. Én nem megyek oda. Megvágott éknek. Várj, mert ott megy a 9-es busz. Meghosszabbították, ha? Most már Kőbánya alsótól bánkig jár. Ez az arcot majd nézd vissza, ahogy filmeztél. Azért vigyázzál tényleg. Mikor ilyet a dátumok? Nincs évszám. Ricsi talált egy tök jó papírt. Rakodó ellenőriztem és rendben találtam. Milyen szépen írt az illető, hallod? Ott van az évszám amúgy lent. Bányainé írta alá. Az nem az, hete? Az dátum és óra perc. 10. hó, 25-45, de hogy melyik év, az nem látszik. Az igaz. Bányainé, de van másik. Igen, mert több aláírás van, látod? Ott is van valami, nem tudom kicsoda, az is valami né. De legtöbb a Bányainé. Uh-huh. Innen is üdvözlöm. Ki tudja, nem nézi meg. Itt a papírra, nem kell? Akarsz még kihalászni mást? Hát most csak itt próbálok nézelődni, hogy lehet-e még valami érdekes. Engem ez a íze érdekel, de ez nagyon mocskos, ez. Fordíts meg lábba. Semmi, ez csak a mappa. Lesz, hogy ilyen papír, hogy már megmenteni se tudsz, de most így dokumentálod, azt szerintem tök poén. Egyébként szerintem is. 1977-es ilyen... Egész szaros.
Van a kocsiba a készfertőzőítő. De tök mindegy, mert addigra már elkapjuk az egér influenzát. Ez lesz a 22-es egér influenza, mit tudom én. És ott fogják ügyedésképek, majd így kussolunk, hogy mi szedtük össze bánkon és terjesztettük el. Az megint lesz. Kimeneteli tilalom meg. És kiárási korlátozás meg ízés, meg majd így ülünk kutba. Nem tudják, hogy ki volt, nyomoznak, meg így ülünk kutba, hogy hát, hogy milyen emberek vannak. Nagyon komoly sztorik vannak itt amúgy. Ezeket a aljakat, ezeket a betonaljakat, amik meg itt vannak, ja, ezt majd akkor nézőkkel mondd rá, hogy mi volt itt alul. Igen, mert ezt nem tudtunk, erre nem tudtunk rájönni, nem? Hogy itt milyen sínpálya, vagy csillepálya, vagy akármi lehetett, hogy itt betonaljak vannak, hogy ezek mit tartottak. Már eleve nekem az fura, hogy betonaljak. Már azért a betonaljakat az egy csínyá... Betonaljas volt itt a fája, tudtommal. Igen? Na mindig csínyán bántak pedig a betonaljal régebben. Hát... Régen, amikor kiépültek ezek, akkor inkább a talpfa volt a menő. No, ezt nézzétek, srácok. Nagyon kis királykaland ez. Itt közben Ricsi készíti a snitteket. Levideóz. Csak azért videóz le, hogy nézzék a csatornáját. Ebben pont nem látszol ebben a... De itt most pont nem akarnak levideózni. Nem? Nekem ezt tetszett ez a kép, ahogy a benőtte a, itt a tüskés. De egyébként lehet fölmenni. Igen, van, én nem láttam. Van lépcső? Én nem látszik. Jó, hát te látod, én nem láttam. Aha. Igen, itt a lépcső. Felmenjünk majd? Igen. Jó, ráérek, hát nem csak kérdeztem. Itt pedig a vágány. Megkapaszkodok, mint ugye lesse. Ja, persze. Már nagyot menne a YouTube-on. Ja, essek el, várjál. Nézzük csak el arra akkor, te, mert te már láttad, de én nem. Igen. Nem az, nem ez. A következő az érdekesebb szerintem. Ez csak egy sima. Ez a lyukas? Hát ott van egy ilyen lyuk, meg egy ilyen leszakadó, ilyen vasdarab. Jó. Hú, hát ez tényleg... Az alá nem áll négybe. Hát igen. És oda fel sem mennék, hogy őszinte legyek. Hát nem. Azt hiszem, hogy nincs. És itt van a vége. Kette. Igen. Rikári a ködben. Rikári előjön a ködből. Hát ilyen mélyen még nem jártam be az állomás, és a felvételi épületet még nem is láttuk. Kérlek, mondj pár szót, milyen érzés velem videózni, hiszen egy nagy sztárral vagy ugye itt. Hát nagyon jó érzés, főleg, hogy belenézhetek a beleharapott almába ott a telefonot hátulján. Ez szerintem lenne a legjobb. De hát egyébként meg tényleg nagyon jó érzés. Annyira örülök, hogy találkoztunk és hogy megismerhettelek. És nagyon örülök, hogy veled videózhatok, és nagyon köszönöm neked, hogy vagy nekem, úristen, a nézőnek, de értsétek félre. Figyelj, akkor mennyibe állapodtunk meg? 20 ezerbe, hogy ezt mondjad? Hát ne haragudj, a kocsmában még 50. Bocsánat, közben én is megindítom, közben Ricsi videózik a vlog csatornára, ahol iratkozzatok fel, de ezt én is megmutatom. Szerintem ez utána lett, nem? Lehet, hogy utána lett. Ez, ha valakinek vannak fotói... Igen, mert nézd meg, azért ezek a romhánybák, ez mondjuk nagyon-nagyon poén, de szerintem ez nem akkor lett, és egyébként eléggé rosszul van feltéve, látod? Tehát nem olyan helyes a... Igen, az lehet, hogy... Tehát nem grafikus munka ez, na. Szia, Atta! Halló, halló! Nézd már ide! Te így bejössz? Itt van, tisztelt utas, kérjük, várjon türelemmel, köszönjük. Hát nem tudom, hány éve kell türelemmel várni, hogy jöjjön valaki. Ez valószínűleg... Utólag festette föl valaki itt a helyi graffiti művészek, de ötletes egyébként, tehát nem az zavaró, úgyis egy elhagyatott, összeszott
helyről van szó sajnos, hát addig meg földobja a helyet az itt bandázó fiataloknak, illetve olyan időseknek, mint a Ricsi. Attila ott a háttérben, itt ugye a felvételi épület. A Ricsi pedig benn van, mert jegyet vesz éppen. Nem tudom, mit tart neki ilyen sokáig. Épp jegyet vesz hármunknak. Hát ugye neki eléggé 90%-os a fogyatékossága miatt, hát mi vagyunk Attilával a kísérők. Most hallom, fotózik. No, hát mávos pénztárosnak álltam, srácok. Már megint egy hülye utas. Mit szeretne? Halló, egészet végig. De ma már nem megy vonat, majd csak hajnalba. Ma meg hova? Hagyjál, gyönyör. De egészet? Pestig? Egész, végig, oda-vissza. Oda-vissza? 2005. Annyi nincs. Adjál olcsóbbat. Van magának valami fogyatékossága? Nincs, kérem magamnak. Akkor nem tudok olcsóbbat adni, ne haragudjon. Akkor van. Akkor csak 100 forint lesz. Köszönöm. Köszönöm. De ez is bányai név, az meg. Ez egyébként 83. Igen. Meg aztán épületkerámiát gyártottak, és hordták ide TC kocsiba, TCS kocsiba, azaz Elemér kocsinak a fedett változata, ez az eltolható tetejű, a, szintén a Kaolint, de már nem innen, hanem valahonnan messzebbről. És ott volt a gyár, az állomás mögött, aztán megszűnt. De az a baj, hogy az én videómban még meg, el sem mondtuk, hogy hol is vagyunk jelenleg, tehát Romhány vasútállomás. Csak hogy a videó eddig is stílusához konzekvensek legyünk, ezért... Ezt egyébként szétrolkodtad, ezt a videót. Én komolyan szerettem volna ezt megcsinálni, tehát valami tartalmas és nívós anyagot szerettem volna összehozni. Akkor valami komolyabb kamerával vehetnéd. Hát ne haragudjál, ne haragudjál, de jelenleg is éppen tűjélesen veszlek téged. Értem, de... Szóval, hogy egy kicsit komolyra vegyük a szót, ugye, Diós Jenő Romhány, tehát itt volt a vonalnak a vége, és ugye mondtam is nektek, hogy azok a vonalak nem életképesek szerintem, amik egy mellékvonalból ágaznak ki, és tulajdonképpen a semmibe vezetnek, vagy egy másik mellékvonalba ágaznak be, de még az a jobb történet, mert azok még inkább életképesek. De ez, hogy Diós Jenőről kiágazott, és itt Csonkába végződött a vonal, ennek akkor lett volna értelme, hogyha az Aszót Balassagyarmatba becsatlakozik esetleg. Akkor életképesebb. Igen, de amikor ezeket építették, akkor nem az volt a lényeg, hogy becsatlakozzon meg, hogy hálózatos legyen a dolog, hanem hogy minden településnek legyen elérhetősége, akkor még vasúton, mert ugye az volt a géperejű elérhetősége a falunak, vagy városnak, és ugye nem volt cél, hogy két irányba is legyen, hanem innen arra el lehetett menni, Diós Jenő felé is volt. Pedig ha azt veszük, hogy Romhány-Pest, akkor jobban járt volna az aszódi vonallal szerintem. Nem vagyok benne biztos. Nem vagy benne biztos? Mondjuk lehet, hogy nem egyébként. Ugyanaz. Na jó van, figyelj, a komoly percénket hallották, térjünk vissza a, a viccelődéshez. De most így vezényszóra nem tudok ám. Ja, tudom, én csak vicceltem. Nem a Duma színházban vagyunk, hogy így... Nem? Így följön a függöny, igaz, hogy ott nincs függöny, mindegy. És akkor följön a függöny, és akkor így elkezdem a showt, érted? Ez vagy jön spontán, vagy nem. De figyelj, híres youtuber vagy, én ezt azt gondoltam, hogy ezt tudod ezt abszolválni. Ja, de nem készültem így előadásra, meg ezért ja. Nem úgy megy, hogy nem tudok csettinteni is, úgyhogy baszhatom, ezt már elkultam. De már megint hogy beszélsz? Figyelj, az elkultuk, ne haragudjál, film is készült róla, igaz, hogy kiixelték az egyik betűt, de nem tudom miért pont a U betű, a hosszú U. Az, amit ki kellett sípolni. Szóval ez így érthetetlen. De egyébként ugye az a közbeszédből bekerült a politikából. Erre sajnos nem én tehetek, erről is a Gyurcsány. Úgyhogy most nem tudom, hogy most lezárod-e a videót, de akkor egy perc néma gyurcsányozással áldozatok ennek a videónak, ha ezt a sok hülyeséget végigbírtátok nézni. No, hát tulajdonképpen itt a vége a vonalnak. Ugye Romhány egy fejvégállomás. Itt egy Csonkába végződik a Romhányi állomás, illetve ezzel együtt a vonal. És hát
Én elfogadom Ricsit, meg nyilvánvalóan tudom, hogy ezek a vonalak miért és hogyan épültek ki annak idején, és mi volt akkor a metódus, de valójában ennek pontosan az a veszte ennek a vonalnak, hogy egy mellékvonali kiágazásból a relatíve semmibe, tehát Romhányba halad ez a kis vonalszakasz, és ez olyan kevés utasforgalmat bonyolított le, ennek nyilván oka volt az, hogy a vágányok, illetve a pálya rossz állapotú volt, és több helyen nagyon hosszú tízes lassú jelek voltak, ettől függetlenül, meg hát a mellettelen sem volt a legbarátibb, ettől függetlenül szerintem olyan hihetetlen sok embernek nem hiányzik a vasút innen. Ennek mondom, én szerintem a mai hálózati szerepe az lehetne, hogy a gyarmati vonalakat összekösse itt középtájt, tehát Diósjenő felől itt Romhányon keresztül bekötném a Aszót gyarmat vonalba, és esetleg úgy lenne egy hálózati szerepe. Így, hogy fityeg tulajdonképpen a hálózaton, így annyira nem látom ennek a jövőjét, nem mintha egyébként bármilyen formában látnám, hiszen sajnos ez a vonal szerintem úgy, ahogy van, soha nem éled újjá. Közben pedig ide visszaérünk Attiláékhoz. Attila meg Ricsi még itt nyomatják az ipart. Én elköszönök tőletek, legyetek jók. Nem tőletek, a nézőktől. De gondoltam, ti meg, elköszönhettek a nézőktől, úgyhogy én köszönök nektek mindent, iratkozzatok fel, dobjatok lájkot, sziasztok! Csüssz!